Mától ismét nyitva van a barlangfürdő. Január 10-e óta a létesítményben teljes körű karbantartást végeztek a szakemberek. Megvizsgálták a barlangrendszer falait, festettek, rendbe tették a burkolatokat, és elvégezték a szükséges gépészeti munkákat is. Már a nyitónapon sok látogatót vonzott a fürdő. A hétvégén pedig szaunaesttel és éjszakai fürdőzéssel várják a látogatókat. Jó napot, 2-4 órás jegyet szeretnénk. Újabb látogatók érkeznek a kasszához. Egy óra alatt csak nem 120-an váltottak jegyet a barlangfürdőbe, ami mától ismét teljes pompájában fogadja a vendégeket. Papucsok sorakoznak a medence szélén, a fiatalok Ukrajnából érkeztek, hogy élvezzék a fürdő nyújtotta szolgáltatásokat. Az újranyitást rajtuk kívül is sokan várták már. Van, aki egészsége megőrzése érdekében tér vissza rendszeresen. Nekem nagyon tetszik, én évtizedek óta ide járok. Én ősszel-tavasszal mindig fel is íratom magamnak, mert nagyon jó a mozgásszervinek is, és a barlang magában, mivel aszmás vagyok, megint jó. Ez a család a fővárosból egy kibővített hosszú hétvégére érkezett Miskolctapolcára. A nyitás épp az üdülésük utolsó napjára esett. Szerettünk volna igazából már hétvégén jönni fürdeni, de akkor láttuk, hogy zárva van, viszont ki volt írva, hogy február 1-re nyit. És mi már említettem, ma megyünk haza, így tökéletes ez a záró programnak. A szokásos évi karbontartás január 10-én kezdődött a fürdőben. Ez idő alatt teljes karbontartást végeztek a szakemberek. Ami nekünk most külön öröm, hogy a csillagtermünk megújult, mind a festés elkészült, és azt gondolom eredeti pompájában látható, mint pedig a burkolatok kijavításra kerültek, illetve az a terem az újraburkolásra került. Egyébként pedig a barlangfürdő teljes területén a hiányosságokat pótoltuk. A fürdő valamennyi szolgáltatása tehát ismét elérhető. Aki pedig egy különleges programra vágyik, azt szombaton éjszakai fürdőzésre és farsangi hangulatú szaunaestre várják este 7 és 11 óra között.